Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Lépj be te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Itt vagyunk. Hello Gábor, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, hello, elbeszéltük az időt. Na, mi újság van? Köszönöm kérdésed. Hát itt az ősz, és indulnak a programok. Jelenleg 750 e-mail vár rám, megválaszolásra vár. Úgyhogy izgalmas az életem. És ezek mind mesztelen női képek? Vagy nem, azokat tovább küldi nekünk a Janival. Igen. Ez milyen típusú e-mailek, azért emellett nem menjünk el. Ebből 600 az, hogy az előző 150-re miért nem válaszolt. Nagyon sok anyuka ír. Tudtam, hogy zabálnak a milfek. Ezt én mindig is tudtam. A gyermektáplálkozás, fiatalok táplálkozása tekintetében, hogyan tápláljam a gyereket, mit adjak neki, milyen szendvicset, mit kenjek a kenyérre, vaj vagy margarin, honnan vegyek jó kenyeret. Akkor írnak sportolók, bodybuilderek, úszók. Bodybuilderek, hallottam ezt. A bodybuilder most a hónap szalag. Gyerekek, ahol meg vagyok, én szeptemberre meg vagyok. A bodybuilder. Bodybuilder, ezt nem hallottam így ebben a formában, de ilyen kijelentése 30 éve. Hát régen. Nagyon imádlak bodybuilder. És Gábor, ha már szóba hoztad a bodybuildereket, nem írnak neked véletlen powerlifterek? Na jó, testépítők, akkor magyarosítsuk. Igen, igen. Egyébként, Balázs, emlékszel, elkezdtünk egy ilyen roadshow-t annó, te is eljöttél. Oh, na, nem lehet az, hogy bármit mondasz, én jövök ki belőle megint rosszul. Igen, megy tovább. Ja, folytatódik, megy tovább. Igen, étrendreformon lehet megnézni. A lényeg az, hogy folytatjuk a megkezdett munkát, és tovább visszük. Ugye korábban beszéltem az embereknek, hogy országszerte arról, hogy mit ne, és miért ne, hogy az élelmiszeripar, stb. És folytatjuk azzal, hogy akkor mit igen. Tehát mi a megoldás idézőjelben, hogyan táplálkozunk, hogyan építsünk fel egy napi menüt. Tehát ilyen is ehhez hasonló programok lesznek. És hát immunerősítés, ugye ez az új, régi új téma. Úgyhogy én most hoztam egy olyan témát nektek, ezen belül is, hogy... Csak előtte kérdeztetek valamit? Igen. Tegnap azt hallottam, nem ide vág, nem az immunerősítéshez, de mindenképpen meg akarom kérdezni. Azt mondta nekem egy ismerős, hogy a nem szénsavas ásványvízben higgyem el, hogy tartósítószer van. És neki van egy ismerőse, illetve pontosabban barátja, aki az egyik nagy ásványvízgyártó cégnek az ügyvezetője, és ő elmondta neki, hogy a szénsavasban nincs tartósítószer, mert ott maga a széndioxid az, ami ugye kinyomja az oxigént. Viszont a mentes vízbe kell, hogy tegyenek tartósítószert, mert hiába palackozzák, hiába zárják be, hiába légmentes, maga a vízben található oxigén miatt egy idő után a víz elkezdene, nem tudom, algásodni, berohadni, nem tudom. És hogy higgyem el, hogy ipari tartósítószer van a mentes ásványvízben. Na, én valami sokat iszom, megijedtem. Lehet ez? Vagy hát ez kíváncsi hülyeség? Volnék, hogy mire gondolt az illető, kémiai tartósítást, tehát vegyi anyagot nem adhatnak az ásványvízhez. Ózonizálás, tehát ózonnal tartósítják az ásványvizeket, amely nem káros a szervezetre. És valami ipari tartósítószer lehet olcsóbb, mint az ózon, és mondjuk ahelyett azt nyomják bele? Lehet olcsóbb. Ugye a kémiai tartósítás mindig a legolcsóbb technológia. Ennél drágábbak az aszeptikus, az egyéb légyártások és egyebek. Tény az, hogy az ásványvízgyártás azért küzd ezzel, mert ugye műanyag palackokba töltik az ásványvizet, ami ugye nem hőkezelhető, nem vihető fel 100-120 fokra. Úgyhogy a kérdés jogos, és elég sokan fölteszik a kérdést, hogy miért nem romlik meg a víz mondjuk itt a 2 éves tárolás során, de erre jó technológia van, ez az ózon technológia, ami kizárja a romlást. Ha mondjuk én jövő héten hozok neked egy ilyen ásványvizet, azt el tudod vinni, úgy bevizsgáltatni, hogy kifejezetten kérjük, hogy nézzük meg, hogy van-e benne ipari tartósítószer, élelmiszer adalék, bármi, mert ugye állítólag ebből is több van. Kimutatható, ha mondjuk ők nem egy E-betűs tartósítószer? Ipari tartósítószer lehet a kén, a nátriumbenzoát, a káliumszorbát, a nitrit, de azt inkább hústermékben, tehát ezekre bebírjuk vizsgáltatni a vizet, abszolút. De hogy ezen kívül mit nevezünk ipari tartósítószernek, ez nagy kérdés, mert ezeket ismerjük. Van még talán néhány olyan számmal jelölt. Persze, be lehet vizsgáltatni, és meg tudjuk nézni, hogy ne. Nitrát, nitrit tartalomra is, abszolút. Ammónia, de az más kérdés.
Hogyne. Az könnyebb lenne, ha tudnád, hogy mit kéne keresni. Nézd, Balázs, az a helyzet, hát hogy ez az, én tudom, hogy itt születnek az összeesküvés elméletek Magyarországon, meg az egész világon, de csodálkoznék, csalódnék a szakmában, hogyha a vízben találnánk kifejezetten vegyi tartósító anyagot, ugye akkor elég sokan kérdőre vonnának egy-két szakembert, tehát erre van a szakhatóság, hogy ezeket igazolja. Ezt is mérik, vagy csak az, hogy van-e benne nitrit, nitrát, hát, meg mennyi az oldótársanyag tartalom, vagy megnézik. Szúrópróbaszerűen vesznek mintákat, nyilván megvannak a vízben az adott vízügyi paraméterek, és időnként szükségszerűen muszáj mérni, hogy vannak benne egyéb származékok is. Úgyhogy ugye ez szakhatósági feladat. Tehát alapkövetelménynek tartom, hogy egy ilyet nézzenek. Aha. De nézd, hogyha hozol vízmintát, akkor megcsináljuk. Hozunk vízmintát. Kíváncsiak, mert ugye azért nagyon sokan isszák például a mentes vizet is, jobb, mint a csapvíz, nem tudom, aztán kiderül, az ipari mennyiségben viszed magadban mondjuk a nem tudom milyen tartósítószert, amiről lehet, hogy nem is tudsz, és adod a gyereknek, hát nem szerencsés, nem? Mert nem mindig tud az ember tisztított vizet inni, mondjuk otthon van ilyen vízszűrője. Nem véletlenül van a fröccsbe is szóda. Hát, hogy nem normál vízzel öntöd föl, meg nem ásványvízzel. Azért akárhonnan indulunk, mindig ide jukadunk. Nem lehet véletlen, Gábor, nem lehet véletlen. Ezek a favoritémenk, ez meg a bodybuilding. De hogyha elkezdek beszélni a C-vitaminról, akkor a mangalicahoz fogunk kijutni. Ja. Mi valahogy mindenféleképpen, legalábbis Feri oldalára. A vitaminok megkötéséhez kell a zsír? A zsírolható kihoz, igen. Na, köszönöm szépen. Tehát már itt vagyunk, ugye egy kis... Na, amivel készültél ma, igen, az... Két könyv, Feri. Amivel ma készültél, az immunerősítés, hogy gyereknek, felnőttnek jön az őszi időszak, a náthás, nyálkás, borfújós időszak, mivel tudjuk egy kicsit felturbozni az immunrendszerünket, mit vigyünk be, illetve ugye vannak ezek az úgynevezett multivitaminok, amik egy kicsi kapszulában azt mondják, hogy minden vitamin benne van. És erről is megoszlik a szakma véleménye. Van, aki azt mondja, hogy jó, van, aki pedig azt mondja, hogy ezek a vitaminok kiütik egymást, és nem mindegy, hogy mit, mivel. Mit gondolsz erről? Köszönöm a kérdést. Nagyon szívesen. 10 percben. Tessék! A vitaminok első generáció, ez az A-tól Z-ig vitamin, és a multivitaminok, ugye, amikor azt hitték a szakma, a gyártók, hogy hirtelen mindent beviszünk, és az jó lesz. Egyre inkább erősíti a szakma azt a nézetet, hogy a kevesebb több, vagyis egyszerre inkább csak két-háromféle vitamint, ásványt, sőt a vitamint és ásványt egymás mellett vigyük be, mondjuk reggel kalcium, magnézium, B6 vitamin, délben omega 3 D vitamin, este, nem tudom, lecitin, cinkréz, króm. Tehát különböző napszakokban, különböző vitamint és ásvány sokkal jobban fog felszívódni, ez egyik dolog. A másik pedig az, hogy egymást segítő komponensek vannak. Mondok egy példát, ha valaki vesz patikai aszkorbinsavat, C-vitamint, és belefacsar egy fél vagy egy citromot vízbe, hogy abban lesz C-vitamin, abban a kis limonádészerű valamiben, de nem lesz elég, és ehhez tesz egy késhegyi patikai aszkorbinsavat, tehát szintetikus aszkorbinsavat, a citrom hordozóival együtt ez sokkal jobban föl fog szívódni, ugyanígy a flavonokkal együtt is, tehát egy csipke tejában, citrus flavonoiddal, almalével, narancslével, grapefruittal együtt a C-vitamin jobban szívódik fel, ugyanúgy, ahogy a zsiradékkal a D-vitamin, az E-vitamin, az A-vitamin jobban szívódik. Propoliszt nagyon sokan szednek, szeretjük? Elismerjük? A propoliszt akarotint, tehát itt most inkább azzal foglalkoznék, hogy mi mit segít. Uh-huh. A propoliszt egy immunerősítő anyag, de a karotinok ugye a mézben, ugye mitől sárga a méz vajon? A karotinoktól. Tehát a béta karotin az A-vitamin előanyaga, és a propolisz együtt dolgozik, de mondhatnám mondjuk, ha valaki probiotikumot szed, valamilyen bélflóra helyreállítót, és ahhoz mondjuk aloét, vagy cikória kávét fogyaszt, szabad megjegyeznem talán, hogy van egy új aloé fajta, ha ismeritek esetleg, korábban hoztam is ebből a kis mintát nektek. Igen, az enyémet lenyúlta valaki. Én voltam. Egészségedre. Te egymásét megszállod. De, bocsánat. Jó, nem vagy? Hallod, brutális élményeim vannak. Úgy koporodok rá a fajacra minden reggeltől. Éppen nem is bánom. Épp ellenkezőleg. Ugye van az aloe vera nevű fajta, ez nem márkanév, ez egy fajta. És van az aloe ferox nevű aloe növény. Dél-Afrikában őshonos, és sokáig nem engedték be a különböző kontinensekre, mert zavarják egymás forgalmát. A lényeg az, hogy a ferox
bejött, és nem hashajtó szemben a Verával, nem kell higítani, úgyhogy újabban szerintem az új generációs alói termékek. És például a probiotikus készítmények ilyen prebiotikumokkal jók. Egyébként az A-vitamin, C-vitamin és az E-vitamin megvédi egymást, magyarul, hogyha mondjuk hidegen sajtolt lenmagolajat fogyasztasz együtt mondjuk káposztafélékkel és sárgarépával. A sárgarépában a karotin, káposztában a C-vitamin, és a hidegen sajtolt olajokban ugye az E-vitamin, ezek egymást megvédik, tehát sokkal több hasznosul, mint ha külön-külön fogyasztanak. A D-vitamin mivel adjuk a gyereknek? Szerintem sokan szednek télen D-vitamint, hál' Isten most már azért kezd eljutni a lakossághoz, hogy... Mazsolával és mogyoróval. Ezt például még sose hallottam, mert arra gondolom, hogy K-vitaminnal, mert jobban szívódik föl. Mazsolával, mogyoróval adja neki a D-vitamin? Szinte is rész. Hát nyilván, hogyha egy szakmailag, hát nyilván most nem biztos, hogy rögtön mazsolát és mogyorót fog enni a gyerek, és aztán beveszi a D-vitamin, de szakmailag a cink és a réz, ami nagy mennyiség van a mazsolában és a mogyoróban, meg a mandulában is, török mogyoróban is, ezek rendkívüli módon segítik a D-vitamin hasznosulását, és egy kis zsiradék. Hopácska. Ugye? Hopácska. Ha, és akkor meg is érkeztünk a jövő héten megrendezett Túrkevei Böllér Fesztiválon. Az februárban van. Ahol megint megölünk egy csomó malacot. Így is van. Csak a D-vitamin. Most felszívódjon a D-vitamin. Csak a D-vitamin. De azt mondja, a D-vitamin nem a K-vitaminnal, hogy K1-jel szedje a gyerek, mert az a hasznos úgy. K-vitamin is, igen, K-vitamin, D-vitamin együttműködik zsiradékkal, így van, cinkkel és rézzel. Tehát a hír abszolút igaz. Ugyanúgy, hogy a vas és a C-vitamin is egymást serkenti. Itt tudjátok, van ez a magne B6, a magnézium B6, ugye idegrendszer, izomgörcsök ellen, és ott a B12. B12 vitamin egyébként általánosan is javasolnék, hölgyek félnek tőle, mert hízni fognak. Ugye a B-vitamin egy enyhe étvágyjavító, de a B12 idegrendszerre borzasztó jó. De ha megnézitek, akkor a B1, B6, B12 együtt dolgozik. Tehát különböző, ugye a B-vitamin család együtt dolgozik, de hogyha valaki a magnézium B6 mellé egy kis lecitint is bevisz, ugye a lecitin nevű kis forgalomon kapható valami, granulátum meg egyebek, ezek agyi memóriajavító együtt segítik egymás hatását, mindezzel csak arra utalok, és számos szakkönyv is van erről, hogy együttes hatás. Tehát fölnyitom, itt van a kezemben egy vitamin szakkönyv, kérlek szépen ez a vitamin szakkönyv mondjuk az egyik oldalán azt írja, hogy az A-vitamin szelénnel és C-vitaminnal jobban szívódik fel. Tehát rögtön a mit tudom, hányadik oldalon. Mondtos csak. De ezt most már, így, azt látom a patikák, hogy így árulják. Tehát A plusz cink plusz szelén, C plusz szelén, vagy cink. Igen. Tehát, hogy ezeket már így teszik össze. Hát multivitaminok, mint egy kicsit hátrébb szorultak volna. Vége az A-tól Z-ig, most igen. Nem akarok senkit se tönkretenni anyagilag, de ugye az A-tól Z-ig vitamin gyakorlatilag el kell felejtsük. Ráadásul az élelmiszermátrix, ilyeneket láttok majd, hogy csipkebogyó hússal, vagy húsba ágyazott C-vitamin. Ez most nagyon megy, így van. Igen. Ugye, mert a csipkebogyó flavonjai segítik a C-vitamin felszívódást. Ugyanígy, ha sárgarépával fogyasztasz A-vitamint, a sárgarépa húsmátrix, ugye annak a belső anyagai segítik a karotin hasznosulását. A káposzta sárgarépával együtt reszelve fantasztikus. És amikor ugye készítünk egy ajvárt, korábban használtak ilyen ajvárt, vagy zakúszkát, vagy bármit, nézzétek meg, hogy a hagymát, a paradicsomot, a kápia paprikát együtt, tehát bizonyos krémekben együtt használják, ezt a régiek megfigyelték, hogyha néhány zöldséget együtt használnak, patlizsánt ugye, ezek felszívódása sokkal jobb lesz, és hasznosulása, mint ha külön egy lecsót készítek, ugye, paprika paradicsommal és szalonnával. Pedig ez milyen jól hangzik. Ezeket a spirulina algákat most nagyon tolják, mindenhol Parancsos. Szembe jön velem. Spirulina alga. Mert nincs más, csak maga az alga. Hát, amit te soha nem fogsz megenni. Igen, de olyan, de szedem, a sushival nagyon jó. A sushival például nagyon alga. Jó. Igen, én szedem, mert én nagyon hiszek benne. Érez valamit, vagy ez most egy jól menő üzletág megint, megvesszük jó drágán, és nincs benne igazi hasznos hatóanyag. Nem, az alga ér valamit, sőt, ugye hát superfoodok világában élünk, és most már egyre inkább divat lett superfoodnak hívni ezt-azt, az algákat is ide sorolják. Nyilván mennyiségtől függ, ott van ugye a klorofil, ugye a zöld algában, ami a vasfölszívódást, a rák megelőzést segítheti. Nem tartom az algát csodaszernek minden szempontból, de egy nagyon jó segítője a vérképjavításnak. Ne felejtsük el, hogy valaki egy spenótlevelet elrákcsál, abban is hihetetlen mennyiségű klorofil van, de az algában vannak egyéb fitokemikáliák. Egy picit divat, egy picit egészség. Egyébként ilyen világban élünk, ha megnézitek, hogy szerintem olyan, hogy fekete vagy fehér a táplálkozásban nincs, hanem van egy jó termék, mögé raknak egy rendszert,
ajánlókat, és eladja. Na ezért kérdezem, hogy van mögötte valami szakmai tapasztalat, szakmai áttér, vagy most valaki kitalálta, bár Bora Borán iszogat, hogy brutál dupla mohitót, én meg szedem a kis algáját, amit kitalált, és semmit nem ér, meg igen, nagyon gazdag lett. És vagy... szurkol, hogy minél több ember beszopja. Konkrétan nem akartam ezt így kimondani. Van, de az algánál, hogyha mondjuk megnézném az árát, lehet, hogy tudnék mondani hasonló árfekvésben valami jobbat, ami eszenciális zsír, olajkoncentrátumot, nem zsír, hanem olajkoncentrátumot, flavonokat, homoktöb is lekvárt, különböző áfonya készítményeket, tehát olyan egyéb komponenseket, amik jók. Vannak még ezek a sláger termékek, ez a goji bogyó, meg noni bogyó, meg nuni bogyó, az nem a... Micsoda, gyerekek, én mindig jobban vagyok tőle. Én azért megnézetném, csak az okok miatt. Igen, azért az sose jó, ha nuni bogyó. Nem, mert frajdiászolás volt, igen, annál tudatosabb. Hogy ez a noni meg goji, ezek jók egyébként? Ezeket is most nagyon sok helyen lehet kapni. Igen, a goji bogyó is jó. Hát a noni abszolút, de mindegyiknek más a szerepe. Ugye egy reflux, egy gyomor probléma, a goji egy antioxidáns, úgyhogy ugye egy nagyon értékes színanyagforrás. Most fölkapták az acai-t is, ugye, és a chia magot is fölkapták. Chia mag, az nagyon megy most. Egyébként nem rossz a chia mag. Kicsit megszívja magát, ilyen sok pici apró bogyó. Abszolút. Érdekes. Olyan, mint amikor a mák egy kicsit így megdagad, és ilyen pici apró kis magokból áll. Hát én például azt csinálom, hogy sok mindenből tartok otthon, és minden nap más-más keveréket készítek. És azt tapasztalom, jó, de te kicsit beteg vagy. Mármint a szó jó értelmében. Tehát azért az amarántlisztből készült tápióka puding, amit te reggel eszel. Tehát egy reggelit meg kéne csinálnom, amit elmondtál itt az elmúlt két évben. Hát szerintem délutára érnék be. Szóval azért te ezt kicsit élvezed. Képzelj el egy kiúszható fiókot, Balázs, amiben be vannak készítve a különböző kis tasakok, és ezekből tudatosan lehet párosítva, kiveszek 2-3-at, ott a turmix gép, hozzá kis, nem tudom, kis barna és fehérét, ezt, azt, amazt, és kb. 5 perces munkával kész van egy erő turmix, ott a banán a hűtőbe, kiveszem hozzá, tehát szerintem az nem bonyolult, mondjuk egy házi patlizsán krém készítése azért hosszabb, vagy egy cukkini krém, de egy reggeli, jobb is, ugye? Egy reggeli erő turmix az szerintem nem hosszú, tehát nem főzünk, nem vagyunk a konyhában rengeteget, sokat. Nem. De van azért egy másik fiók is, ahol prémel bélelt bilincsek vannak, és terepszíni tangák. Nem, tehát ilyenek nincsenek nálunk, de... Gyertek át hozzánk egyszer. És húzd ki a Balassó fiókot a hálószobába. Belőle kapasz vagy meg, mert megtántorodsz. Olyat látsz, hogy felüvöltesz a gyönyörtől. Jól van, szóval... A gyerekekről beszélj még egy kicsit, hogy... Szereted ők? hogy nekik mi tényleg sok C-vitamin, vaspótlás, ami nagyon-nagyon fontos, ugye nyilván a gyümölcsök, a gyerek nehezebben eszik meg gyümölcsöt, tehát hogy mi az, amit ilyen természetes úton, módon le tudunk rajta, egy kanálméz reggel, egy kis méhpempővel, propolisszal, az például jó, vagy mit tudunk nekik adni? Mindenképpen a méhészeti termékeket, azokat alkalmaznám, az asszalványokat, tehát vennék vörös áfonyát, szeretik a gyerekek, mazsolát, vörös áfonyát, magyaróval kevernék, és ezeket használnám. Úgyhogy tudom, hogy a csokiról beszéltünk már, de annak ezek az étcsokoládéban mártott mazsolák például. Tehát sokkal szerencsésebbnek érzem átmeneti jelleggel, hogyha a gyerek nem csokit csokival eszik, hanem mondjuk vékony csoki masszával mártott asszalványokat, vagy dióféléket fogyaszt el, mert ott van benne a cink és a rész. Tehát vannak ilyen átmeneti megoldások, de az asszalványt, a dióféléket adnám, különböző légkoncentrátumokat, hogy mondtam vörös áfonyát, homoktöv is légkoncentrátumot, propolisz csepegtetnék, echinaciát, esetleg egy ezüstcsepp inkább ugye 6 éves kor fölött. Ez ezüstkolloidra gondolsz? Ezüstkolloid, igen. Grapefruit mag csepp, széles spektrumú védő. Gyerekeknek adnék ilyenkor szinte kötelező jelleggel megelőzésre probiotikumot, tehát rágó tablettát, nyilván név nélkül mondom, gyermek probiotikumot reggel el lehet szopogatni különböző ízesítésben, de kifejezetten multivitamin, ilyen-olyan gomicukorkákat nem feltétlenül. Rágótablett, ugye? Gyereknek a rágótabletta, tehát A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin tartalmazó rágótabletták már drogériákban is kapható. És hánykor kelljen a gyerek, hogy mindezt bevegye, Gábor? 4-kor. Nem, hát ez nem olyan veszélyes. Mit reggeliztél, Gábor? Hát ma kókuszlisztet kevertem egy kis fehér mandula liszttel. Jaj! És ebből lett egy kis édeskés krém. Ez nem volt hosszú idő. És egy forrázott zab
ezt így használtam, költöttem el, és hát az áfonya lekvár nem maradott el. És ma bontottam egy új csicsókasz sűrítményt. Habetyárjáska! Innen itt hát egy újat! Nem volt jó a régi? Még csak csütörtök van. Igen. Bontottál egy új csicsókasz sűrítményt. De már régóta szemeztél el, ott volt a polcon? nézegeted, becézgeted, és azt mondod, holnap felbontalak. Én ezt felbontom most. A sűrítmény az olyan, hogy az üvegben mindig van maradék, mint a fogkrém, hogy mindig van egy fél milliméter, amit ki tudsz nyomni belőle, és mindig hittem el, hogy még van benne. De tegnap volt az a pont, amikor már teljesen... Mondtam, elég! Újat akarok! Igen, és így belekanalaztam egy nagyot. Eltől kicsit mértéktelennek is éreztem most ezt a reggel, de jól esett. Adom a gyereknek a csicsóka sűrítményt. Igen? Igen. Az jó, egyébként. Beállítja a vércukros szintet. Balázs, ha szabad még egy szót szólni arról, hogy a régi álmunk teljesült. Na, kipróbáltátok Ármas benne? Igen, igen, találkozom el egy két hetemet, nem volt rajta, a boxer. Mindig félreviszitek a témát. De erről nem beszéltünk, vagy erről beszélhetek, remélem, hogy nem fogsz azért meglelni. Hát most így kicsit nehezen tudok mit mondani, tudod, ez olyan, hogy akarok mondani valamit, nem tudom, örülni fogsz neki, hát majd mondd el, és akkor elmondom, hogy szerintem ezt nem kellett volna. Feri ébredj, kezd izgalmas lenni, szik. Valaki verj el a Ferinek egy maflást, hogy fölébredj. Na, idegen hagyott a téma, gyerekek. Jó, várjál, most ebből még bármi lehet. Szokták kérdezni az emberek, hogy hol lehet minket, vagy engem megtalálni. Na. És a városban... Igen. A városban nyílik egy alapítványi kis központ az Aradi utca 35-ös szám mellett, és itt sok minden lesz. Ez egy non-profit hely. És régóta terveztük, úgyhogy ha valaki szeretne megtalálni minket, akkor itt Reform tér névre fog hallgatni. Úgyhogy megnyílik ez, és aki szeretne velem találkozni, hallgatni egy-két előadást, itt megtalálhat. Ezt nem vagy elmondtad. Jó. Hát, ha non-profit, akkor meg főleg. Pláne. De hát ez egy hasznos dolog, szóval segítsünk mindenkinek, aki rászorul, kell osztani az igét. Jól van, Gábor, köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Vigyázz magadra. Minden jót nektek. Sziasztok. Óvatosan ezzel a sok csicsókával. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim! Ez a Morning Show a Klassz FM-en.